A külképviseleteken leadott és az átjelentkezett szavazatokat összesítik a szavazatszámláló bizottság tagjai. Miután ezzel végeztek, nem változott a végeredmény egyik körzetben sem. Fejér megye egyes választókerületében Varga Tamás, a Fidesz-KDNP jelöltje 21.546 érvényes szavazatot kapott, még Márton Rolandra, a hatpárti összefogás jelöltjére összesen 18.994-en voksoltak. A mai napon a külképviseleteken leadott szavazatok számlálása történt meg. Ugye a mi választókörzetünk esetében az 56-os bizottságot jelöltük ki ennek a számlálására. Ők reggel 8 órakor megkezdték a munkát, és jelentős munkát végeztek el, és 1800 körüli szavazatot kellett megszámolniuk és szortírozniuk az eredmény tekintetében. Megszületett Fejér megye egyes számú országgyűlési választókerületében a végeredmény. Fejér megye kettes választókerületében szintén 100%-os feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP jelöltje Törő Gábor szerezte meg a legtöbb szavazatot, 28.380-at, míg Fazakas Attilára 15.219-en voksoltak. Megszülettek a végleges eredmények, mely alapján ugye a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta ugye a mai napon, megválasztottuk, Törő Gábor lett. A választási bizottságok által hozott határozatok egyelőre nem jogerősek, fellebbezni április 12-éig lehet.